Az országos Prima Primissima díjhoz kötődve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2006 óta díjazzák az irodalom, a tudomány, a kultúra, az építészet és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végző személyeket. A VOSZ megyei szervezete összeállította idei jelölt listáját. A 10 jelölt közül 3-an vehetnek át megyei Prima díjat. Az elismerést és az ezzel járó 1 millió forintot a megyében már 7. alkalommal adják át. A országos Prima Primissima díjra, vagy oda jutni, bejutni nem mindenkinek sikerül, vagy pedig nagyon sokára esetleg. Ezért azokat a tehetséges embereket, előművészeket, építész, sportolókat megyei szinten is úgy döntöttünk, hogy díjazni kell, adjunk egy lehetőséget, emeljük őket a többiek közül, akik kiemelkedőt alkottak a saját területükön, és lehetőleg a megyében dolgoznak, vagy erős a megyei kötődésük. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Prima díj jelöltje ebben az évben Kurucz Gyula író, Mészáros Árpád Zsolt színművész, Kerekes Elek Győző festőművész, Bene János történész, Boronkai Ferencné botanikus, Szabolcsiné Rezsőfi Ágnes építész, Balázs Attila fotóriporter, Cservenyák László néprajzkutató, Hauser Adrien zongoraművész és Vajda Tamás edző. A jelöltekre már lehet szavazni, a 3 Prima díj mellé ugyanis egy közönségdíjat is kiadnak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Prima díját adó rendezvényét november 23-án pénteken este 6 órakor tartják meg a megyeházán, ahol a megyei évvállalkozója díjat is átadják.